Még mindig nyitva áll a lehetőség a gyerekek előtt, ha a fényes napközi játékos programjához szeretnének csatlakozni. Minden hétköznap pedagógusok és segítőik szerveznek foglalkozásokat a kisdiákoknak. Most kevesebben is vannak, mint a nyári szünet elején, így még könnyebben kovácsolódtak össze a résztvevők. Annak idején, mikor kijöttünk megnézni a tábort, akkor nem gondoltam, hogy ennyire jól belakjuk a tábort, ennyi sok mindent tudnak egyszerre a gyerekek csinálni. Úgyhogy a homokozástól a fürdőzésig, a kézműves foglalkozástól a vetélkedőig, és így nagyon gazdag programmal tudunk a gyerekekkel állni, illetve őket lekötni az egész időben, az egész táborozási időben. A gyerekek azt is élvezik, hogy sokszor szabadon választhatják meg, mihez szeretnének csatlakozni. Kötött foglalkozás délelőtt és délután is csak egy-egy órára van, ez utóbbi az úszás, de a héten még egy múzeumlátogatást is terveznek. A sport és kézműves tevékenységekből pedig bőséggel válogathatnak, ebéd után pedig még egy kis meseolvasásra is szokott idő jutni. Ma is volt egy olyan, hogy rókavadászatot tartott az egyik kolléganőm, meg kellett keresgetni állatképeket az egész tábor területén, nagyon-nagyon örömmel csinálták, versenyeztek, hogy ki hány állatot tud összegyűjteni, a déli csendes pihenőnél pedig mesét olvasunk nekik. Úgy gondolom, a mai világban nagyon kevésszer találkoznak ezzel a gyerekek. Olvashatnak ők maguk is, azt kevésbé szeretik, de a kolléganő, amikor olvas, akkor azt figyelemmel hallgatják. Papírforgót készítettek a kézműves délelőttön, mivel így is több mint 30-an vannak a táborban, az alsósok még egy kis plusz segítséget is kapnak, az önkormányzatnál dolgozó diákmunkások is odafigyelnek rájuk, van, akinek ez nem csak egyszerűen munka, tapasztalatszerzés is a tanulmányok kapcsán. Eddig igazából ez a harmadik napom, úgyhogy eddig kicsit rám zúdult ez az egész, de izgalmas, és igazából nekem majd nem ilyen kicsi gyerekekkel kell majd foglalkoznom, de nagyon tetszik. Próbálom őket kihozni egymással, ami nagyon megy náluk, az a homokvárépítés, szóval én is úgy megyek haza minden nap, hogy még a fülem mögött is homokos vagyok. De hát rosszalkodni tudnak, de igazából tudnak rendesen is viselkedni. A táborra jelentkezni az iskolákban lehet, gyülekezőt pedig a vaszari iskolánál tartanak minden hétköznap reggel.